Az energiaválság hatásai miatt tavaly nem szervezték meg a megszokott formában a vízivárosi adventet. Idén azonban Horváth Miklósné, Deák Lajosné és Molnár Tamás önkormányzati képviselők, valamint az oktatási intézmények tanulói, óvodásai újra szeretnék megajándékozni a város közösségét, hogy átadhassák a karácsonyi készülődés az ünnep hangulatát. Minden emberben van szeretet utáni vágy és szeretet adási vágy. És mi ezt szeretnénk gyakorlatilag megvalósítani minden alkalommal, minden rendezvényünkkel, de az adventtel különösen. Az advent az mindenkinek az ünnepe, hívőknek, nem hívőknek, mert tulajdonképpen arra várunk, hogy megszülessen a szeretet. Ez az, ami karácsonykor eljön mindnyájunkhoz, és mi próbálunk arra méltók lenni. Az első szombat a hagyományok szerint a 11-es választókörzet intézményeinek összefogásával valósul meg. Ez a szombat egy kicsit a megnyugvás, a lecsendesülés szombatja lesz. Inkább arra orientáljunk, hogy nézzük a gyönyörű gyerekeket, hogy milyen szép kis műsorokat adnak elő, és varázsolnak el bennünket. Nagyon fontosnak tartom ez a városrészi összefogás, hiszen számos képviselő fog össze azért, hogy boldogabbá tudjuk tenni a gyerekeket, illetve a felnőtteket, akik eljönnek. A második szombaton a 4-es számú választókörzet gyermekeinek műsora segít a hangolódásra. A Németh László Általános Iskola, az Árpád úti és a Napsugár óvoda gyermekei mutatkoznak majd be a színpadon. Én azt gondolom, hogy egy nagyon jó lehetőség mindenki számára, hogy ne csak a gyermek miatt, a gyerekek miatt, az unokák miatt jöjjön el, és tekintse meg az előadást, hanem hogy egy kis kikapcsolódást is tudjon magának szerezni, hiszen ez az időszak, bár az advent, az a várakozás időszaka, de mégis látjuk és érezzük, hogy egy picit mindig felpörgünk, és próbálunk mindent megteremteni, hogy a karácsony jól teljen majd. Ez egy jó lehetőség, ez a szombat, minden három alkalommal, hogy kicsit kikapcsolódjunk, beszélgessünk és lassítsunk, és tényleg a karácsonyjal és az adventtel foglalkozunk. A harmadik adventi szombaton a 3-as számú választókörzet színesíti a készülődést, hogy ne csak a gyermekeknek kedvezzenek, az idősebb generációt a Horváth Elemér, Horváth Péter testvérpár műsorával várják majd.